Na és ahogy az előző adásban megígértem, most már Berlinből jelentkezünk, méghozzá Robival. És nem is akár Berlinből, hanem az InnoTrans kiállításról. És természetesen magáról, a városról is lesz majd egy bemutatónk, egy alternatív bemutatónk, mert hogy Berlint azt már megnéztük Dórával néhány évvel ezelőtt, és az a videó az valahol itt található. Viszont a holnapi adásban kicsit elmerülünk az egyéb lehetőségekben, a kevésbé ismert Berlinben. A mai adásban azonban vonatokat fogunk megnézni, itt az InnoTrans kiállításon, méghozzá a Stadler vonatokat. És azért a Stadler vonatokat nézzük meg, mert hogy a cégnek van egy csomó magyar kötődése, van egy rakás, izgalmas járműve, és nekünk is van kötődésünk hozzá, Kis Csabán keresztül, aki ilyen fejes a cégben, és akivel annak idején már sokat dolgoztunk együtt, még az attraktoros időkben. Hello. Jó reggelt, sziasztok! Hello, Kis Csaba, szerintem találkozhattunk már. Dehogy nem, amikor forgattatok az attraktort. Egészen pontosan egyébként három videó fog jelentkezni Berlinből, a mai a Stadleres, a holnap a Berlines, és hónap után még az InnoTransról forgatunk, ami nem Stadleres lesz, de most esünk neki ezeknek a járműveknek, amikben az a közös, hogy mi a közös bennük, hogy a jövő felé törnek. A környezet barátai lesznek ők. Barátkoznak a környezettel. Szóval nagyon durva fejlesztések vannak, ha valaki esetleg azt hinné, hogy a vonatok terén semmi sem történik, akkor az hatalmasabbat nem is tévedhetne, és az a helyzet, hogy itt van ez a kiállítás, és itt vannak a kiállítók, és ők maguk is meg vannak azon lepődve, hogy mennyi mindent látnak a konkurenseknél, és hogy ők maguk is mennyi mindent kitaláltak az elmúlt 4 évben, amióta utoljára volt InnoTrans. Miért nem mondtam el? Hát, hogy az InnoTrans az végülis mivel foglalkozik, ezt jó, hogy elmondtad. Nem mondtam el, hogy az InnoTrans mivel foglalkozik. De hát vonatok, hát szerinted nem jöttek rá a nézők, hogy ez egy vasúti kiállítás. De szerinted azt hiszik, hogy ez egy kertészeti kiállítás? Vagy mit gondolnak? Itt állok egy csomó vonat között, elmondtam, hogy Stadler. Szerinted mit hisznek? Ez például itt egy villamos, amit majd mindjárt megnézünk belülről. És hát észrevehetjük, hogy olyan furcsán magas. Miért magas? Hát azért magas, mert nem fér rá erre a sínre, ezért kellett egy nyomtávszélesítő alszerelvény neki. Nyomtávszélesítő alszerelvényt helyeztek a jármű alá. És az eredeti kerekek azok tulajdonképpen itt vannak, és azok rejtve vannak, és mégpedig azért vannak rejtve, mert hogy Csabától megtudtuk, hogy egyébként a 4 évvel ezelőtti InnoTranson leginkább. Szóval leginkább így lehetett a kínai versenyzőket látni, akik mindenféle hazai kínai cégtől érkeztek, és próbálták lefotózni itt a különböző ipari titkokat, és aztán hazavitték őket és megvalósították. Aztán rájöttek erre az európai gyártók, hogy ez így nem lesz szerencsés, úgyhogy az új technológiákat azóta teljes egészében eltitkolják. De nézzük meg, hogy miért olyan érdekes ez a hajtás. Gyere, menjünk be a villamosba. Tessék, erről beszéltünk, tehát hogy próbálkoznak, nem adják fel a srácok. Szóval a Tina villamosban több érdekesség is van, például nagyon hatékony az energia átvitele, meg a klímát is úgy oldották meg, hogy a létező legkisebb legyen az ökológiai lábnyoma, de igazából amikor beülünk egy ilyen villamosba, akkor azt jövök észre, hogy nézd USB-C! Mondjuk én ezt vettem észre, hogy van benne USB-C. De ami az igazi érdekessége, hogy megszokhattuk a villamosokon, még Budapesten is, még a modern villamosokon is, hogy mindenhol ilyen ótvar nagy, térbe belógó izék vannak egész egyszerűen azért, mert a kerekeket el kell valahova helyezni, és ugye egy villamos alatt nincs annyi hely, mint egy vonat alatt, hiszen a peron sokkal-sokkal alacsonyabb, és onnan kell nekünk kényelmesen fellépnünk, amiből következik, hogy vannak ezek az ótvar nagy belógó izék. Na most ez sikerült valamilyen módon úgy megoldani a Stadler mérnökeinek, hogy itt ez a probléma ne jelentkezzen, hiszen tulajdonképpen egy ilyen kényelmes ülőmagasság alatt fér el minden, amihez semmi köze nincsen az utasnak, és cserébe viszont tud gyönyörködni a tájban, mert ilyen óriási ablakok vannak mellettünk, ahol meg tudjuk nézni, mit tudom én. Hát a csodálatos Budapestet nem, mert ez pont Budapesten nincsen, de különböző német városokat azokat mindenféleképpen. Egyébként a villamos ilyen 42 méter hosszú, 270-en férnek rá, abból 101-en le tudnak ülni, és Darmstadtba megy egy csomó. Szóval összességében azt hiszem már ilyen 100-as nagyságrendben rendelték meg ezt a villamos. Hát nem pont ezt a deremot, hanem ugyanilyen. De tényleg pont ugyanilyenek. Ez a Stadler stand. Ez a Stadlernek a standja. Idén egy olyan koncepciót találtunk ki, hogy a Stadler portfólióját
úgy mutatjuk be, hogy megcsinálunk egy nagyon szép Stadleres pályaudvar, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha oda néztek, ott van tulajdonképpen a menetrendünk, ott a különböző járműinknek látható a bemutatója, hogy milyen időben és milyen helyszínen fognak azok megvalósulni. És itt az egyik legkülönlegesebb része magának a Stadler standnak az egyedi gyártású termékeknek a bemutatója. Ebben különösen erős, így van, és hogyha oda megyünk és megnézzük, hogy itt is lássunk már valami érdekes vasat, itt ez egy új fejlesztésű termék, ez egy fogaskerekű vasútnak a hajtásrendszere. Stadler az egyetlen nagyjából, aki ilyet még gyárt, nem így a világon? Így van, pontosan. Így van, a Stadler a fogaskerekű termékeknek az egyedi gyártója, és ez a Pilates bár részére készült hajtás látható itt, és ebben az az újdonság, hogyha nagyon egyszerűen akarom megmutatni, hogy az itt található fogaskerekek, ezek nem függőlegesen helyezkednek el, mint normál esetben, mert normál esetben középen van egy fogaskerék, ami segít ugye a nagy emelkedőkre felkaptatni a járművet, hanem igazából két fogaskerék helyezkedik el vízszintesen fölaplikálva, és ezzel sokkal meredekebb emelkedőkön is föl tud menni a jármű, és kanyarokban is tök jól tud mozogni. Ez Lucern mellett, vagy hol mászkál? Hát arról forgattunk is, amikor Svájcban voltunk Robival, akkor ott voltunk a helyén, és elmondtuk, hogy mennyi minden történt ott, és hogy tilos volt oda felmenni a lucernieknek, mert hogy Pilátusnak ott van a sírja állítólag. Na, most hát már akkor most már látod azt, hogy egy ilyen járművel oda föl tudtok menni, ilyen nagy emelkedőn is, és hát ez a lelke az egész technológiának, ami Stadler fejlesz. A mostani InnoTransznak nagyon komoly magyarországi kötődése is van, hiszen a 7 bemutatott járműből 4 gyártásában is a Stadler szolnoki üzeme is komoly szerepet vállal. Stadler szolnoki üzemébe készülnek a járművekhez az alumínium kocsiszekrények, tehát ott hegesztik őket össze, ott fényezik őket le, és bizonyos előszerelési munkálatokat is elvégeznek. És hogy melyik is ez a 7 darab jármű? Ugye a legérdekesebbek, amiket bemutatunk az InnoTranszon, ugye az egyik ugye a első amerikai hidrogénüzemű motorvonat, ennek a kocsiszekrényei szolnokon készülnek. Ugye az akkumulátoros motorvonat, ami Németországban fog közlekedni. És egyébként világrekorder a leghosszabb távolság megtételében, amit egy akkumulátoros motorvonattal eddig teljesítettek, ez 224 km, amit Németországban tett meg. A harmadik jármű, ez is egy nagyon érdekes, ez egy önálló hajtással rendelkező és áramforrással rendelkező metrószerelvény, ami Liverpoolban közlekedik, és tulajdonképpen ez is egy akkumulátoros hajtással lett ellátva, tehát a nem villamosított szakaszokon is képes közlekedni. És ez az egyik legérdekesebb jármű, ez az úgynevezett trimodális flirt, tehát tulajdonképpen ez is egy ugyanolyan flirt, ami a hazai vasútvonalakon is közlekedik. Van egy lelke, ezt majd kint meg tudjátok nézni, ez a Power Pack egység, amiről már beszéltem, és itt helyet kap egy akkumulátoros hajtás, egy dízelmotor, és egyébként meg normál villamos motorvonaton vonatként is képes a közlekedésre. És a flirt vonatokat ismerjük, hiszen otthon is közlekedik belőlük jó pár, és ha fellépünk ide, akkor tulajdonképpen azt veszük észre, hogy ugyanolyan, mint bármelyik másik flirt, de ha elindulunk az ellenkező irányba, még itt is tulajdonképpen az emlékek megrohanhatnak minket, az otthoni vonatozással kapcsolatos emlékek, azonban most egy olyan térbe lépünk be, ami drasztikusan változik attól, amit megszokhattunk, mert hogy egyébként, szóval azokon a vonatokon, amiken mi utazunk, azokon is van egy ilyen rész, ahol tulajdonképpen a motor helyezkedik el, viszont ebben a Velszben szállt példányban egyszerre háromféle meghajtás is van, szóval nyilván tud áramot szerezni felső vezetékről, ugyanakkor van benne egy dízel meghajtás is, arra az esetre, hogyha a felső vezetéket nem tudná elérni, de van egy köztes állapot méghozzá egy akkumulátor pack, ami szintén valahol itt helyezkedik el, amit tud tölteni a felső vezetékről, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy a dízel csak akkor kell bekapcsolni, amikor már nincsen felső vezeték, és az akkumulátor is kifogyott, és ez csak egy ilyen biztonsági tartalék arra az esetre, hogyha minden összeesküdne a vonat ellen, de az esetek nagyon nagy többségében ez a szerelvény már képes ott is tulajdonképpen teljesen zöld módon közlekedni, ahol esetleg hiányoznának a felső vezetékek, és ahol egészen mostanáig csak a dízelhajtás volt az opció. Vissza is érkeztünk a teljesen hagyományos flörtös blokkba, ahol vannak kényelmes ülések, vannak nagy ablakok, és a villamosra szemben itt nincsen USB-C, de van, az is van, látod? Nem USB, ne, figyelj, minden USB van itt.
USB is van. És egyébként az, hogy itt középen van a meghajtás leválasztva az utastérről, annak van egy nagyon nagy előnye méghozzá az, hogy sem a vibráció, sem a zaj nem jut át annyira az utasokhoz, akik kényelmesen tudnak ott utazni, úgyhogy hát tulajdonképpen tudomásra kell venniük arról, hogy most éppen a felső vezetékről megy a jármű, az akkumulátorokról vagy a dízelről. Egyébként, ha valaki mindig is tudni szerette volna, hogy hogy néz ki egy ilyen háromhajtású járműnek az irányítópultja, akkor pont így néz ki. Ugye a különlegessége ezeknek a járműveknek, amiket Wells számára készítünk, az az, hogy a Flirt esetében ez egy trimodális jármű, tehát három különböző módon is képes közlekedni. Tehát egyrészt felső vezeték alatt hagyományos villamos motorvonatként, dízel üzemmódban ugye a nem villamosított vonalakon, illetve akkumulátoros üzemmódban szintén a nem villamosított vonalakon. Ugye a brit piacon nagyon sok olyan vonal van, ami részben villamosított, tehát igazából egymást követik bizonyos szakaszok, ahol van felső vezeték, és ahol nincs felső vezeték. Ezeket a vonalakat lehet ragyogóan ilyen hibrid járművel kiszolgálni, mert azon a részen, ahol van felső vezeték, villamos motorvonatként működik, ahol meg nincsen, ott pedig akkumulátorral. A dízel üzemmód az lényegében egy úgynevezett last mile funkció, ilyen utolsó kilométer vagy utolsó mérföld funkció, hogyha minden összeesküszik ellenünk, nincsen felső vezeték, lemerül az akkumulátor, akkor is haza tud még menni a jármű. És ugyanez a helyzet a CityLink Tramtrain járműnél is, amit Wellsbe készítünk. Ez is egy hibrid jármű, tehát villamos üzemmód mellett akkumulátorról is tud közlekedni, ami egy nagyon nagy fejlesztés. Ugye fontos azt elmondani, az előbb említettem, hogy milyen gyorsan fejlődik a technológia. Tehát amikor Magyarországon a Tramtrain rendszer tervezték, ez még bőven 2017-2016 előttre tehető, akkor ez a technológia még tervezőasztalon sem létezett. És hogy a Stadler az milyen durván elindult az elektrifikáció felé, az ugye önmagában nem jelent semmit, mert hogy a vonatok ugye nagyon-nagyon régóta villanyan működnek, és az a helyzet, hogy továbbra is a legfejlettebb és a leghatékonyabb megoldás az, amikor a felső vezetékről szedi az áramot a jármű, mert hogy hát egész egyszerűen akkor a beérkező elektromosság 100%-a az át tud menni a hajtásba, nagyon hatékonyan és nagyon-nagyon zölden tud menni a vonat. Viszont vannak olyan esetek, amikor ez az opció valamiért nem játszik, és hát ezekre az esetekre nagyon izgalmas ez a jármű itt mögöttem, ami konkrétan az amerikai piacra megy, és az a jármű, ez a jármű mögött, ami pedig hát rendesen meg van erősítve aksival. Szóval ez egy újabb Flirt, ami ilyen 46 méter hosszú, és hát Németországban fog üzembe állni 2023 közepén, és hogyha fellépünk magára a vonatra, akkor tulajdonképpen itt is hasonló belső térrel találkozunk, mint amit megszokhattunk. Az érdekessége ennek a vonatnak nem is az, hogy körülbelül 210 utas tud szállítani, 216-ot pontosan, és hogy ebből 120-an tudnak ülőhelyet találni maguknak, hanem a hajtása, mert hogy hasonlóan a három hajtású járműhöz, ebben is van kettő hajtás. Szóval a dízelt azt úgy, ahogy van, már kiszedték belőle, és tulajdonképpen az az elképzelés, hogy ez a felső vezetékről fogja kapni a naftát. Amikor azonban nincsen felső vezeték, akkor át tud kapcsolni akkumulátoros üzembe, és azon a távolságon, ahol ő közlekedni fog, ott már biztosak lehetnek abban, hogy egyáltalán nem is lesz szükség dízel hajtásra, mert hogy tulajdonképpen ez a két opció, ez minden igényt ki fog elégíteni, és amikor felső vezetéken van, akkor nem csak egyszerűen hajtja magát a vonat róla, hanem tölti az akkumulátorokat, akkor, amikor meg eltűnik a felső vezeték, akkor meg simán átvált aksis üzemmódra, és tulajdonképpen nincsen széndioxid kibocsátás. Nyilván ez valamivel kevésbé megérős, mint a villanyos üzemmód, egyrészt mert az akkumulátor az drága, másrészt meg mert annak a hatásfoka már nem 100%-os, csak 80%-os, de mégis sokkal-sokkal jobb, mint hogyha dízelről menne tovább a vonat, és hát körülbelül olyan 80 km tud megtenni ez a jármű egy feltöltéssel, ami így nehéz bármihez mérni, de hogyha hozzáteszük, hogy ezzel sikerült elérni a világrekordot, ami több mint 220 km, egészen pontosan 223 km, ugye ez nem a valós körülmény, hanem a VLTP szabvány, ami mindig jobb, mint a valós, akkor már látjuk, hogy itt a Stadler egy elég nagyot alkotott ezzel a járművel. Viszont a 80 km napi használatban az is tökéletesen király, és tulajdonképpen elég azokon a szakaszokon, amikre ezt kitalálták. És ugye az a nagyszerű ebben a járműben, meg abban az együttműködésben, aminek a keretében ez megépült, hogy a megrendelők pontosan tudták, hogy hova kell majd ez a vonat, milyen viszonylatban és milyen gyakran fog járni, és éppen ezért az építése során sikerült úgy összerakni a részleteket, hogy az akkumulátor az nem foglal sok helyet az utasfülkéből, nem lóg be mindenhol egy ilyen töltőkábelnek
hasonlók, hanem hogy sikerült optimálissá tenni ezt a vonatot, ami pont annyit tud aksiról menni, amennyit kell, és ezek az aksik pont úgy vannak elrejtve, hogy az mindenkinek komfortos legyen. Ezt a kérdést mindig megkapjuk az akkumulátoros vonatoknál is, és a hidrogénüzemű vonatoknál is, hogy na jó, de akkor mennyit tud menni? Ez nagyon sok mindentől függ, ez függ az üzemeltetési körülményektől, függ a topográfiától, milyen földrajzi viszonyok között megy, mennyi az emelkedő, milyen menetrend szerint megy a jármű, hányszor kell megállnia, mi a külső hőmérséklet, 40 fok, 20 fok, mínusz 20 fok. Akkor VLTP szabvány szerint, na, kis ugye, várossal, kis autópályával. Itt inkább megfordítanám a dolgot. Ez általában úgy ideális, hogyha az üzemeltető kitalálja azt, hogy kérem szépen ilyen akkor hatékony és gazdaságos járatokat vagy motorvonatokat szeretnék üzemeltetni ezen a viszonylaton. Ez itt a menetrend, amit ki akarok szolgálni. Körülbelül ennyiszer járjon egy nap. Kérem az ajánlattevőket, hogy erre találjanak ki egy jó koncepciót. És hogyha ezek a peren feltételek ismertek és adottak, akkor a járműgyártó meg tudja határozni azt, hogy ehhez mennyi beépített kapacitás kell, akár akkumulátorból, akár hidrogénből. Ugyanúgy, mint az autógyártóknál, a vasúti járműgyártóknál is megvan az, hogy na akkor ki tartja a világrekordot ebben vagy abban. Mi tartjuk a világrekordot az akkumulátoros motorvonatoknál, a leghosszabb hatótáv fölött. 224 km tettünk meg Németországban vele. Egy másik versenytársunk meg most állított fel egy rekordot, ugye a hidrogénüzemű járművek tekintetében körülbelül 1000 km tettek meg. És nézd, van ilyen kis ücsörgő. Sosin és az ücsörgő. És, igen, és a régi mániám. Lőtte végig menni Germánián. És miért jobb ez a hely, mint az a hely? Ezen a vonaton gondoltak az allókra. Hát tulajdonképpen itt meg tudok magamnak ágyazni. Látod? És ha éppen nem zavarok senkit, akkor milyen kényelmesen újságpapírba csomagolva el tudnék itt szundikálni egy picit. És bizonyos értelemben a legérdekesebb jármű itt van mögöttem, ami a zászlóból is jól látható, hogy Amerikában megy. És Amerikában a környezetvédelem az kb. Hasonlóan szalonképes téma, mint hogy mondjuk majonéz csorgatunk a sült krumplira. A saját szememben láttam, hogy tocsog abban a trutymóban. De ez Kaliforniában megy, ahol viszont nagyon is foglalkoznak azzal, hogy hogyan lehet fenntartható jövőt biztosítani magunknak és gyermekeinknek. De most a probléma az, hogy Amerikában a felső vezetékes hálózat a vasúti közlekedésben az nem jellemző, akkor még finoman fogalmaztam, tehát ilyen 1% alatti. Viszont valamilyen módon mégiscsak meg kéne oldani a nagyobb távolságokon való közlekedés környezetbarát módon. Ki lehet építeni mindenhova a felső vezetéket, de az iszonyat költséges, és hát szóba jöhetnének az akkumulátorok is, de hát láthattuk, hogy a világ első, a legnagyobb hatótávolságot megjárt Schadler vonat is ilyen 223 km tud megtenni egy feltöltésből ideális körülmények között, napi körülmények között meg 80-at, és hát Amerika ennél nagyobb. Erre találta ki a Schadler a hidrogénhajtást, és ez a jármű, ez ezért nagyon-nagyon izgalmas, mert a középső blokk itt benne, az tulajdonképpen a hidrogéntartályokból és az üzemanyagcellákból áll, azért van egyébként középen így elszeparálva a többi résztől, mert azért itt nagy nyomású tartályokról beszélünk, és bár ezekkel nem fog semmi se történni, ha mégis történne, akkor az tök jó, hogy nem az utasok feneke alatt történik, vagy az utasok homloka fölött. És ez a jármű, ez egy adott szakaszon fog oda-vissza járni egész nap, viszont összességében 4-5-600 kilométert fog megtenni azzal a hidrogénnel, ami benne rejtőzik, ami láthatóan sokkal-sokkal több, mint amire egy akus jármű képes lenne, és bár azért az üzemanyagcellás hidrogénhajtásnak a fenntarthatósága az elmarad a hagyományostól, mert hogy ennek a rendszernek a hatásfoka az 30%-os, szemben a felső vezetéke 100%-tól, de ahol nincsen felső vezeték, ott még mindig sokkal jobb egy ilyen járművel közlekedni, mint hogyha a dízel hajtásra hagyatkoznánk. Hogy elmondtam egy lendülettel az egészet, elmondtam egy lendülettel egyel! Tulajdonképpen ez is egy villamos motorvonat. A különbség annyi, tehát villamos vontató motorok hajtják a járművet, a különbség annyi, hogy az elektromos áramot nem felső vezetékről kapja, mint normál esetben Magyarországon is a villamosított vasútvonalakon,
hanem a nagy nyomáson eltárolt, ezekben a tartályokban eltárolt hidrogénből az üzemanyag cellákon keresztül állít elő ez a power pack modul elektromos áramot, és az hajtja meg tulajdonképpen a vontató motorokat. Tehát a jármű maga az olyan, mint az otthon megszokott és ismert flirt vonatok, egy ilyen power pack modulra kiegészülve. De ez lehet gazdaságos? Akár most, akár valaha? Vagy ez tulajdonképpen egy kísérlet, aztán meglátják, hogy hányszoros az üzemeltetés költsége. Ez egy nagyon nehéz dolog, főleg, hogyha az új technológiákat akarják összehasonlítani az emberek, hogy most akkor melyik gazdaságosabb, meg melyik jobb, mondjuk az akkumulátoros megoldás, vagy a hidrogén megoldás. Ugye van számos szempont, amit figyelembe kell venni. Ugye amikor a hidrogénről beszélnek, azt szokták mondani, hogy tök jó, mert ugye a univerzum tömegének a 3/4-ét adja, tehát az azt jelenti, hogy van belőle elég sok, rendelkezésre áll, de itt földi körülmények között, normál környezeti körülmények között az egyatomos tiszta hidrogén az nem található meg, vagyis nagyon ritkán. Előállítás módjával kapcsolatosan vannak különböző szín megjelölések. Ugye van a szürke hidrogén, van a kék hidrogén és van a zöld hidrogén. Ipari mennyiségben a hidrogént, a szürke hidrogént, azt különböző szénhidrogénekből állítják elő, és ennek az a hátránya, hogy nagyon nagy a karbon lábnyoma, hiszen ugye az előállítás során nem csak tiszta hidrogént kapunk, hanem nagyon sok széndioxidot is. Ennek sok értelme nincsen ahhoz képest, sok értelme nincsen, mert hogyha dízellel járnánk, igazából kisebb a karbon lábnyoma, mint a szürke hidrogén által üzemeltetett járműveknek. Ugye ennél egy fokkal jobb megoldás a kék hidrogén, ahol egy hát igen költséges és drága folyamattal a felszabaduló széndioxidot csapdázzák, eltárolják, és ezáltal ugye nem szabadul föl széndioxid, ez már egy jobb megoldás, környezetbarátabb és környezetkímélőbb, de nagyon drága maga és nagyon bonyolult a folyamat. De az, ami igazából, hogyha azt akarjuk, hogy a vasúti közlekedés is hidrogénnel igazán fenntartható és zöld legyen, akkor zöld hidrogénre van szükségünk. Ez azt jelenti, hogy a hidrogént tulajdonképpen vízből állítjuk elő elektrolízissel, tehát vízbontásos elektrolízissel. Ez is energiabefektetéssel jár, de hogyha ezt az energiát már eleve zöld módon termeljük meg napelemekből, vagy szélenergiával, vagy vízenergiával, akkor tulajdonképpen ténylegesen olyan hidrogént tudunk kapni, aminek nincsen káros anyag kibocsátása. Tehát az előállítás módja is teljesen zöld. Egyébként, ha valaki azt hinné, hogy a hidrogén hajtás miatt ez egy ilyen kikomat vonat, akkor az nagyon is téved, mert hogy egyrészt több mint 100-an ráférnek, másrészt akár 130 km/órás sebességgel is képes hajtani hidrogénhajtással, harmadrészt meg, hát tulajdonképpen egészen extrém körülmények között is működőgépes. Ugye Kaliforniában azért nyaranta szokott már elég meleg lenni, és úgy van megtervezve a vonat, hogy akár 49 Celsius fokos hőmérséklet mellett is üzemképes marad. Nem üzemképes, hanem biztonságos, hát nem egyszerűen elmegy A-ból B-be, hanem meg is érkezik. És itt is van USB, tessék. Úgy látszik, hogy az amerikaiak ezt a hagyományos USB-t támogatják még, mert hogy a Stadler jól láthatóan, ahova igény van rá, képes beépíteni az USB-C-t is. Itt viszont az amerikaiak még USB-át kértek. És tulajdonképpen most beléptünk a kvázi motortérbe, szóval, hogy itt van a két oldalunkon az a néhány hidrogén tartály, amiben benne van a juice, amit aztán az üzemanyag cellák képesek hát hajtássá alakítani. Akkor ezek szerint Kaliforniában mégsem mindenki vadi új Apple iPhone-t használ. Én is pont erre gondoltam, mert nem gondolom, ők megmondták, hogy mit kérünk bele, igen, vadonatúj vonat, és ők ezt kérték bele, nem a C-t. Ugyanarra gondoltunk, tesa. Ez pedig itt egy metró IPEMU, ami Liverpoolban fog közlekedni, és ennek a Stadler járgának az az érdekessége, hogy hát az nem, hogy honnan szerzi az áramot, mert a metrók ugye általában egy harmadik sírről szokták, ami hát általában itt helyezkedik el. Ez tulajdonképpen képes teljesen hagyományos metróként közlekedni, viszont képes elhagyni a metró síneket is, és akkor akkumulátorról közlekedik tovább, méghozzá 55 km tud megtenni egy feltöltéssel, és hát az elektromosságot azt ugye folyamatosan menet közben képes magába tölteni erről a harmadik sírről, és az akkumulátorokat, azokat ide alánk építették be, a légkondikat meg ide fölénk. És hát ide azért jó feljönni, mert az embernek így legalább némi fogalma lesz arról, hogy a derék liverpooliak azok milyen körülmények közt
fognak utazni. És van még egy menekülő útvonal, erre van egy brit szabvány, hogy hogyan kell tudni elhagyni a szerelvényt akkor, hogyha valami baj történik. És ugye ezt azért kell, hogy is mondjam, pimpelni, mert hogyha ráugranának a harmadik sírre, akkor meghalnának. Úgyhogy kialakítottak egy olyan menekülő útvonalat, amivel meg tudják óvni a derék liverpooliakat attól, hogy menekülés közben agyoncsapja őket az áram. Na ez itt a menekülő útvonal, hogyha esetleg oldalra nem tudnának kimenni, mert ott van a metró alagút, akkor egyszerűen lehajtogatják innen ezt a készséget ezzel a lépcső létrasorral együtt, és akkor tulajdonképpen erre lehet elhagyni a szerelvényt, méghozzá a két simpár között, mert ott nem lehet baj, a harmadik az ugye tulajdonképpen a harmadik az ott van jobb oldalt, és onnan tudja szedni az áramot maga a szerelvény, viszont az ilyenkor áramtalanítva van, szóval, hogy bár az utasokat távol tartja tőle, de elvileg akkor sem tudja őket megcsapni az áram, hogyha valami nagy baj van. És tudom, hogy kezdek túlzásba esni, de hogy tényleg az van, hogy az összes londoninak van töltési lehetősége menet közben, szóval, hogy ez sokat elmond egyébként az akkumulátorokról, amiket beleszerelnek a mobiltelefonokba, hogy folyton tölteni kell őket, de minden esetre itt legalább megvan erre a lehetőség. Egy metró órából búcsúzunk el a vészkijáraton keresztül. Most olyan Liverpoolinak érzem magam. Na, és hát befejeztük ezt az epizódot, de holnap jövünk vissza, amikor is a berlini élményeinket fogjuk bemutatni, amiket még át sem értünk, de addigra át fogjuk élni őket. Szerintem ezek jó élmények lesznek, Berlin egy tök jó hely, aztán még majd visszajövünk ide is egy adás erejéig. Hadd szóljon. Köszönjük, hogy velünk voltatok. Sziasztok!